A vártemplomot 1919-ben ért támadásnak látható nyomai ma már nincsenek. Azonban Galgóczi Erzsébet hősies tette miatt ezt az időszakot elfeledni nem lehet. Lelki vezetőjének Szoboszlai Kálmán atyának köszönhetően életszakaszait rendszeresen dokumentálta. Erzsébet ezt megtette engedelmes keret, és hát éppen így ennek köszönhetjük, hogy hát nagyon sok minden rám maradt, nagyon sok mindent tudhatunk az ő életéből, mindennapjaiból, apró eseményeket és sőt, bizonyos gondolatait, érzéseit is mind-mind leírta ebben a feljegyzésben. Az oltári szentséget a torony beomlása előtt pár másodperccel kimenekítő lány átúszta az agyvát, hogy biztonságba helyezze azt. Galgóczi Erzsébet életét születésétől kezdve meghatározta a vallás és Isten iránti elhivatottsága. Az édesanyja, aki igen vallásos asszony volt, 36 évig volt napi áldozó, tehát ha csak nem súlyos betegség vagy valami más dolog nem akadályozta, akkor minden nap eljött a templomba a szentmisére, sőt, Erzsébet leírja, hogy amikor a forradalom idején szünetelt a szentmise, nem volt szentmise, akkor is délután eljöttek szentségimádásra, elhozta a gyermekeit is. Bátorsága és hűsége követendő példa mindenkorban, hangzott el a szerdai szentmisén.